Spanyolország szereti a sportot. Lassan olyan létesítményeink vannak, ahol az olimpiát simán meg lehet rendezni. Tönkre megy az ország, ne csináljuk. Ha nagyon sokba kerül, és nagyon... ne csináljuk. Egyébként sportlétesítményekre, ha már nem kell költeni kiemelkedő összegeket, akkor maximum hoteleket vagy az infrastruktúrát kell fejleszteni. Mindent úgy épített a kormányzat, tehát szemmel láthatólag volt egy ilyen stratégiai gondolkodás, hogy ezek a nagy létesítményeink alkalmasak legyenek az ott esetben egy olimpiára. Ez itt a Szabadon, a Szabad Európa oknyomozó műsora. A téma a budapesti olimpia. Támogatna a MOB egy esetleges pályázatot a budapesti olimpia kapcsán? Hát nem csak támogatna, hanem ez alapszabályban rögzített kötelességünk is. Egy esetleges olimpiai pályázatot támogatná a Momentum, vagy ugyanúgy aláírás gyűjtene a párt? Ezzel a rendszerrel semmit nem támogatunk. 2010 után ismét előtérbe került a budapesti olimpia, és úgy tűnt, megpályázzuk a 2024-es olimpiát. Magyarország és Budapest ma kész megragadni azt a lehetőséget, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teremtett. Aztán 2017 elén az akkor még ismeretlen Momentum mozgalom jött, látott és népszavazást akart az olimpiáról. 266.151. Fekete Győr Andrásék azonban hiába gyűjtöttek aláírásokat. A pályázatot visszavonták. Történt egy államgyilkosság. Úgy tűnt, a visszavont pályázat után a budapesti olimpia hosszú időre elfelejtődhet. Azóta azonban... átadták a nyári vízes világbajnokság központi létesítményét, a Duna Arénát. Hamarosan hivatalosan is átadják az új Puskás Ferenc Arénát. A csarnokok és stadionok az elmúlt években úgy épültek, mintha jövőre olimpiát rendeznék. És az utóbbi időben a kormánytól is elhangoztak olyan mondatok, amelyek utalhatnak arra, hogy támogatnának egy esetleges pályázatot. Igen, abszolút alkalmas lenne. Újabb olimpiai pályázat egyelőre nincs, de az olimpia álma nem tűnt el. Megpróbáltuk szakértőkkel, érintettekkel körbejárni, mennyire áll készen az ország a rendezésre, mik az érvek és ellenérvek, illetve mekkora a támogatottsága a rendezésnek. A rendszerváltás után a budapesti olimpia ötlete először 2001-ben merült fel. Magyarország nem először jelentkezik olimpiai házigazdának, hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor. 2012-ben szeretnénk először pályázni arra, hogy Magyarország is rendezhessen olimpiát. És ha 2012-ben nem sikerül, akkor ki fogunk tartani legalább 2016-ig. Az akkori tervek elhaltak. Nem pályáztunk egyik rendezésre sem. Aztán az újabb nagy fellángolása a budapesti olimpia álmának, az 2015. Támogatja a 2024-es olimpia rendezést a Magyar Olimpiai Bizottság. Magyarország megpróbálja, az országgyűlés is igent mondott a 2024-es olimpiai pályázatra. Azért tudjuk ezt az esélyt megragadni, mert a Magyar Olimpiai Bizottság mögött egy széles nemzeti összefogás áll. A széles nemzeti összefogás ezúttal azonban biztosan nem volt meg. Mai napon elstartol a Momentum mozgalom olimpiával kapcsolatos népszavazási kezdeményezése. 4 hét alatt 138.000 aláírást kell gyűjteni a népszavazáshoz. A kampányt elindító Momentum mozgalom azt kérdezni az emberektől, hogy egyetértenek-e a pályázat visszavonásával. Fekete Győr András keki parka kabátja és a Momentum mozgalom berobbant. Aláírás gyűjtésük után a budapesti olimpia kérdése politikai ügy lett. Aki ezt aláírja, az hazaárulás követte, ezt jó, ha tudja. Tehát aki Budapestet szereti, az nem írja alá ezt az ívet. A pillanat és a Momentum élet. 2017. januárjában a közbeszédet hosszú idő után nem a kormány alakította, sőt, csak rohant az események után. 266.151.
151. Tehát... Egy hónap alatt a szükséges aláírások közel kétszeresét összegyűjtötte a mozgalom. Népszavazás azonban mégsem lett. A kormánypártok napok alatt táncoltak ki az olimpiai pályázatból. Erősen el fog gondolkodni, hogy nem kéne visszavonni a pályázatot. Az Indexen a hír, hogy visszalép Magyarország Budapest olimpiai pályázat. Talán nem mindenkinek a nagy álma az olimpia, nyilván nem vagyunk egyformák, de azért nagyon sok magyarnak kétségkívül az, és most itt történt egy álomgyilkosság. Ekkor úgy tűnt, hogy az olimpia álma szertefoszlott. Idén januárban azonban ismét felmerült a budapesti olimpia. Tőlem egy sportrádióban megkérdezték, hogy szerintem Budapest alkalmas helyszín lenne. Én meg vagyok róla győződve, hogy igen, abszolút alkalmas lenne. Január elején Szijjártó Péter külügyminiszter az ATV kérdésére azt mondta, nincsenek pályázati előkészületek, viszont pár nappal korábban a Sportrádióban még úgy fogalmazott, hogy nagyon jó lenne egy budapesti olimpia. Ezelőtt nem sokkal Fűres Balázs államtitkár, aki a 2021-es pályázat vezetője volt, pedig azt mondta, hogy ha pár évvel korábban alkalmas volt Budapest az olimpia pályázatára, akkor most még inkább az. Az előző pályázat idején biztosan nem állt készen az ország. A PwC tanácsadó cég a 2024-es budapesti pályázatra írt hatástanulmányában még azt számolta ki, hogy sportlétesítményekre bő 1060 milliárd forintot kellene költeni. Eleinte a hatástanulmány mindössze 5 helyszínt, a Groupama Arénát, Debrecenben a Nagy Erdei Stadiont és a Főnix csarnokot, illetve Győrben és Veszprémben a kézilabda csarnokokat tartotta alkalmasnak az olimpiára. Mostanra ez nagyon megváltozott. Az elmúlt időszakban a sportlétesítmények tekintetében az ország kétségtelenül előrelépett. Átadták a nyári vízes világbajnokság központi létesítményét, a Duna Arénát. Átadták az új budapesti kézilabda arénát. Átadták a PIK arénát. Délelőtt hivatalosan is átadták az új tatabányai multifunkcionális sportcsarnokot, a Tatabánya arénát. Hamarosan hivatalosan is átadják az új Puskás Ferenc arénát. Dénes Ferenc sportközgazdás szerint nem véletlenül épültek fel ilyen tempóban a létesítmények. Mindent úgy épített a kormányzat, tehát szemmel láthatólag volt egy ilyen stratégiai gondolkodás, hogy ezek a nagy létesítményeink alkalmasak legyenek az ott esetben egy olimpiára. A Budapesten mostanra megépült létesítmények és a 2024-es pályázatban szereplő helyszíneket figyelembe véve megpróbáltam elképzelni, hogyan nézhetne ki egy budapesti olimpia. A Puskás Aréna vélhetően a nyitó és záró ünnepség, valamint a fontosabb foci meccsek helyszíne lehetne. Az atlétikai központ az atlétika mellett a labdarúgó torna csoportmeccsein kaphatna szerepet. A Duna Arénában pedig az úszó, szinkronúszó, műugró versenyeket és a vízilabda helyosztókat rendeznék a korábbi pályázat szerint. A Groupama Arénában foci csoportmeccseket és hetes rögbit rendeznének. Az MVM Doma kosárlabda döntőknek és a tornának adhatna helyet. A kézilabda egyenes kieséses meccseinek pedig a Paplászló Aréna felelne meg. Ugyanezen a helyszínen megrendezhető volna a vívás is. A gyeplabdát eredetileg a Népligetben játszanák, de volt arról is szó, hogy Újpesten a Szusza Ferenc stadionban rendeznék a meccseket. A súlyemelés, a tékvándó, az ökölvívás és a tollaslabda helyszíne pedig a Hung Expo lehetne. A Hajós Alfréd úszodában a vízlabda csoportmeccseit rendezhetnék, a lövészetet a Nagy Tétényi lőtéren valósítanák meg, a műjégpálya betonján pedig a strandröplabdát rendeznék mobillelátókkal. A bokcsarnok lehetne először a judó, majd a birkózás színhelye, az MTK edzőközpontjában épülő csarnok pedig a pingpong versenyek otthona lehetne. Az ötös a jövője az olimpián elég bizonytalan, de számaik városszerte megvalósíthatók. Az íjászatot részben a Margit-szigeti atlétikai pályán, részben pedig a Kossuth téren rendeznék. A Hősök tere adna otthont a maraton, a gyaloglás és az országúti kerékpár befutóinak. A triatlonnak egy ideglenes központot hoztak volna létre a Kopaszigáton, a mountain bike versenyeit pedig a Testvérhegyen rendeznék, megint csak mobillelátók segítségével. Ezek a budapesti lehetőségek.
de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság költségcsökkentő úgynevezett Agenda 2020 irányelve miatt a jövőben sok sportág helyszínét lehetne vidékre is vinni. Mivel a csapatsportágak döntője a fővárostól legfeljebb 50 percre lehetnek, emiatt a röplabda eseményeit az új székesfehérvári csarnokba kellene vinni, ami azonban lehet így is kicsi lenne. Focit lehetne Győrben, Székesfehérváron, Miskolcon és Debrecenben is rendezni. A kézilabda csoportmeccseit Győrben és Szegeden lehetne játszani, a kosárlabda torna első részét pedig Debrecenben. A vitorlázás és a hosszú távú úszás helyszíne minden bizonnyal Balatonfüred volna. Az evezés és a kajakenu küzdelmeit pedig Szegeden lehetne rendezni. Ezeken túl a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok és a Veszprém Aréna is rendelkezésre állna vidéken. A különböző csapatsportok csoportmeccsei után pedig Debrecen, Győr és Szeged is. Pár sportágat, így a falmászást, a BMX-et, a gördeszkát, a 3x3-as kosárlabdát vagy a breaktánc helyszínét ideglenes lelátókkal könnyen elő lehetne állítani egy téren is akár. A lovaglást pedig kis képzelőerővel a Kincsen Parkban is el lehetne képzelni. Jelenleg a tenisznek, a szalomkajakozásnak és a pályakerékpározásnak azonban nincsen otthona. Az elkészült sportinfrastruktúra fontos szempont lehet egy esetleges pályázatkor. Legalábbis Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint. Természetesen az, hogy a sportversenyek milyen létesítményekben vannak, annak vannak egy követelmény szintje, az nagyon fontos. És ha már megvannak, bejáratottak, például idén atlétikai világbajnokságot rendezünk az új stadionban, ezek elképesztő módon nyomnak a labba természetesen. Az biztos, hogy 2017-hez képest a sportlétesítmények tekintetében jobban áll az ország, de ezeknek a méretei jóval kisebbek, mint amihez az elmúlt olimpiákhoz szokhattunk. Ráadásul félő, hogy a helyszínek egy része kihasználatlanul állna, vagy túlméretezett lenne, mint ahogy az már a tatabányai sportcsarnok, vagy az MVM dom kapcsán most is látható. Én éltem egy időben Athénban, a tengerparton volt például egy judó stadion, ahol hát körülbelül a gaznőt és ilyen vándorló romák lakták be ezt a stadiont, akik otthonukká tették ezt a teljesen kihasználatlan judó stadiont ott a tengerparton, mert hogy ennyi épülettel, ennyi sportlétesítménnyel még egy Athén sem nagyon tudott mit kezdeni. A sportlétesítmények azonban csak a kisebb tétel volna az olimpia költségvetésében. Az egyéb infrastruktúrális beruházások tennék ki a nagyobb részt. Magyarország számára, Budapest számára az olimpia egy páratlan lehetőség, gyorsító pálya lenne Magyarországnak, 25 évvel gyorsítaná a magyar felzárkózást. Az olimpia pártiak egyik kiemelt érve, hogy a rendezéssel olyan infrastruktúrális beruházások is megvalósulnának, amelyek amúgy csak sokkal később jönnének létre. Az ilyen beruházások összege 2070 milliárd forint lett volna a Budapest 2024 pályázat hatástanulmánya szerint. Két részre osztották a beruházásokat. Az egyik része az úgynevezett alapeseti beruházások voltak, amelyek megvalósítását az olimpia nélkül is tervezték 2024 előtt. Ilyen volt például az azóta tényleg létrejött fonódó villamos. A másik csomagot pedig az előrehozott beruházások adták, amelyek az eredeti tervek szerint csak 2024 után valósultak volna meg. Ilyen beruházás lett volna a pesti alsórakpart részben gyalogossá tétele, a csepeli hév fejlesztése, a reptéri vasút megépítése, vagy az új Galvani híd. Soba kerül, ez csak az egyik dolog. A másik dolog az a baj vele, hogy nagyon-nagyon koncentráltá teszi a fejlesztéseket. Tehát az összes, mert a Budapest a helyszín. Dénes Ferenc véleménye az, hogy az infrastruktúrális fejlesztések kapcsán is társadalmi egység kell és őszinte kommunikáció. Mert ha az olimpiával kapcsolatosan épülne meg valami, akkor az azt is jelenteni, hogy egy másik fejlesztés az ország másik pontján viszont nem valósulna meg. Hát azt mondja, előrébb, akkor valahonnan máshol hátrébb szorulnak. Én erről beszélek. Valakinek ezt el kell fogadni. Valakinek azt kell mondani, hogy rendben van, hogy nem az én utcámat csinálják meg, hanem a budapesti utcát csinálják, és majd 10 év múlva csinálják az enyém, most nagyon egyszerűsítettem. Én azt gondolom, hogy először rakjuk rendbe a várost a lakók számára, és utána rendezzünk olimpiát. Ha az odavezető infrastruktúráról beszélünk, akkor ezt megint nem úgy kell megtervezni egy város, nem úgy kell tervezni, hogy látványsportok köré szervezzük a közlekedést. A közlekedést azt arra kell tervezni, az emberek hétköznapi életét kell tőle javítani.
Abban tehát nincs egyetértés, hogy az olimpiával kapcsolatos közlekedés fejlesztésekre valóban szüksége van-e az országnak. Ráadásul a közlekedés fejlesztése mellett különböző olimpiai lakóparkok is épültek volna. A sportolók lakhelye a Csepel-sziget északi csücskében lett volna. Ott, ahol a Fudan Egyetem beruházását tervezték. A média munkások 17 ezer szállását pedig városszerte elszórták volna. Ezekre összesen 642 milliárd forintot kellett volna költeni a hatástanulmány szerint. Azonban ezeket a lakóparkokat később részben értékesíthették volna, vagy bérlakásként és kollégiumként is felhasználta volna az állam. A Budapest 2024 pályázat hatástanulmánya körülbelül 3938 milliárd forint bevétellel számolt, és Takkumpak 3800 milliárd forint kiadással, tehát nyereséggel. Ez azonban egy nagyon optimista számítás. Az olimpiák végösszege általában 2-3-szorosa a tervezetnek. Elcsúszni ott szoktak, hogy alul tervezik a költségüket. De ha házat építenek az emberek, általában is ott csúsznak el, hogy tervezel egy házat, és akkor ugye ennek kettős furcsa, alacsonyan gondolod a költségeket, és azok időközben megváltoznak, vagy tényleg nem veszel mindent számításba. Másik meg az, ha már a házépítés példát mondtam, hogy akkor tegyünk még egy, akkor milyen jó lenne még egy fürdőszoba, és így tovább. Tehát ráépül egy csomó dolog. Az athéni játékok 2,13-szor kerültek többe. Pekingben 2,86-szoros volt a ráfizetés, de a sikeresnek gondolt londoni játékoknál is több mint másfélszeres a szorzó. Ha a magyar példákat nézzük, a hatástanulmány 109 milliárd forintot szánt volna a Puskás arénára, és 120-at az atlétikai stadionra. A végösszeg azonban a Puskásnál 150 lett, az atlétikainál visszabontással együtt 240 milliárd forint. Ez egy olyan lehetőség, megint generációkra kihatóan, hogy ha viszont jól számolunk, és jól csináljuk, és még szerencsénk is van, és kijön a matek, akkor ennek ténylegesen van egy megtartó ereje, egy jövőképet adó dolog. Bár a legtöbben pénzügyi szempontból vizsgálják az olimpiát, sokan azzal érvelnek, hogy a rendezés ismét egy közös célt adna a társadalomnak, és összefog rá a nemzetet. Kinyitja egy kicsit a világot Magyarországra, és Magyarországnak is ez a dolog. Én ezeket legalább olyan fontos szempontnak tartom, mint a gazdasági szempontokat is. Ezek a kulturális szempontok. És azt mondom, hogy ha van, tönkre megy az ország, ezt ne csináljuk. Ha nagyon sokba kerül, és nagyon ne csináljuk. Pogácsa Zoltán szerint viszont nem így kell összefogni a társadalmat. Ő az olimpia rendezését egy válságos házassághoz hasonlította. Én azt gondolom, hogy ha az a cél, hogy Magyarország legyen egy kicsit összefogóbb ország, és kevésbé széthúzó, akkor azt közvetlenül kell elérni. Akkor ez a cél, akkor ezt kell csinálni. Tehát ez nem valamin keresztül vezet az út. Ez kicsit olyan, mint amikor a már válságba jutott házasságot úgy akarják megoldani, hogy akkor vállaljunk gyereket. Azt tudom mondani, hogy ha sportemberek belemennek a számolgatásba, az nem biztos, hogy jó. Gyulai Zsolt a turizmus fellendülését emelte ki, mint az olimpia nyeresége. Információink szerint a MOB vezetője nemrég találkozóra hívta Karácsony Gergely főpolgármestert az olimpia kapcsán. Tehát egyébként sportlétesítményekre, ha már nem kell költeni kiemelkedő összegeket, akkor maximum hoteleket vagy az infrastruktúrát kell fejleszteni. Ez pedig szerintem Budapest amúgy is igényelni, hiszen egy kiemelten turistákkal látogatott fővárosról beszélünk. Fekete Győr András azt mondja, az olimpia egy távolabbi álom lehet. Azonban szerinte, ha a Fidesz kormány valósítja meg, inkább rémálom lesz. Nincs európai színvonal Magyarországon. Elmennek százezrek ebből az országból, mert ők Európát keresik, azt az életet, azt a szabadságot, azt a jólétet. Mert itt nem találják meg. Amíg ez nincs Magyarországon, addig ne csináljunk olimpiát. Amint lesz, mi azért dolgozunk, hogy legyen, mi leszünk az elsők, akik beadjuk majd az olimpiai pályázatot. Az utolsó ismert kutatásban a budapestieket kérdezték egy esetleges pályázatról. Akkor a válaszadók 45%-a támogatta az olimpiát, 51%-uk ellenezte azt. Az, hogy mennyire átpolitizált a kérdés, jól jelzi, hogy még a Fidesz szavazók 80%-a olimpia párti, addig az ellenzékiek csupán 26%-a szeretne rendezést. Bárki pályázna, bármikor Magyarországon, a Momentum csak népszavazással engedélyezni a pályázatot? Mindenképpen. Te
tehát nem kellene népszavazás ön szerint egy pályázat esetén? De biztos kell népszavazás. Jó napot! Egy kérdéssel szeretném zavarni. Ön támogatna egy budapesti olimpiát, hogyha úgy alakulna? Budapesti olimpiát? Nehéz kérdés. Hát mivel válság van, nem biztos, de amúgy nagyon szeretem az olimpiát. Hát ezzel nem gondolkodtam el. Lehetséges. Akkor sokkal több turista jön és több a bevétel. Hát hogyha itt rendezik meg, akkor ez csak tulajdonképpen csak jó nekünk, nem? Nem feltétlenül, úgy gondolom, hogy valószínűleg túl sokba kerülne a városnak. Abban úgy néz ki, egyetértés van, hogy egy esetleges olimpiai pályázat esetén népszavazást kell tartani. De az olimpia egyelőre messze van, bár a kormánytagok megszólalásaiból arra is következtethetnénk, hogy felmerülhet a pályázat. Füres Balázs megkeresésemre azt írta, hogy az olimpia semmilyen módon nincs napirenden, a kormány nem foglalkozik vele, és nem is fog. Dénes Ferenc szerint Magyarországa már megépített létesítményeken kívül csak pár dologban lehet nyerő. A legfontosabb az, hogy szerintem, hogy Közép-Európában vagyunk, egy nagyon, nagyon könnyen hozzáférhető, és egyébként számon tartott turisztikai desztinációban. Szerintem nagyszerűen tudunk szervezni sportesemény, tehát ennek van a költségoldala is, tehát nem kell megtanítani a sportágak vezetőit, meg a sportágak rendezés, hogy kell atlétikai verseny, nagy-nagy atlétikai versenyt rendezni. Létesítmények tekintetében nagyon jól áll az ország, és szólhatnak más érvek is a budapesti rendezés mellett. De a Nemzeti Egység egyelőre nem sorakozott fel a pályázat mellett, és a rendezés gazdasági megtérülése is kérdéses, még ha nem is biztos, hogy ezt forintba kell mérni.